csirakoromtól kezdve, mikor óvodás voltam, hogyha visszagondolok, hogy a homokozóban gyúrtam már sárból figurákat, engem tökre megfogott és berántott az, hogy tudok ezekkel a formával, a 3D-vel varázsolni egy ilyen kisebb mágiát, most így mondom. Szóval, mert én olyan családból jövök, ahol nincsen sem művész, tehát igazából apai-anyai áldást én erre nem kaptam. Tehát igazából észrevétlenül belefolytam már egészen kicsi gyerekkoromtól fogva, és az, hogy így tudatosan én eldöntöttem most, hogy akkor erre a szakmára lépek, ugye akkor a egyetem 18, hogy akkor beleírom a felvételi labba, hogy szobrászak, ami apám egyáltalán nem örült. Pedig hát nagyon sok vas szobrom van, és ő azért nem mellesleg, ő lakatosmester volt, hát most már nyugdíjas. De azért most már belátja, hogy nem hülye a gyerek, és azt csinálom, amit szeretek. Ez mondjuk nagy dolog. Mondjuk én azt eleve jó dolognak tartom el, hogy egészségesnek, amit mondtam is, hogy van a műterem, és van a privát szféra, és ezt el tudom választani. Talán jobb nem egy helységben élni, de attól függ, hogy ki milyen művész, és milyen alkat. Van a szakmai része azért ennek a létnek, ami bármilyen furán hangzik, igen, ez szakma és munka, mert így a emberek zömének, most így átlagba gondolom azt, hogy hát a művész éld úgy, mint délig alszik, lila ködben van, és hát most szobrász, hát egy ilyen 60 év körüli szakállas, tógás, nem tudom, kővésővel a kezében egy férfi, és nem, szóval nem így van. Ez a szakma, a szobrászat, maga én kivezetten szobrásznak gondolom magamat, mert sem képzőművész, de ezen konkrétan én tényleg anyaggal dolgozok, matériával, megfogom, konkrét, ez van. Hogy a szobrászat maga egy nagyon láthatatlan dolog, sajnos. Lelki táplálék szerintem az, hogy ránéznek egy vizuális dologra, és berántja őket, és ott tartja őket. Megállítja, és nézi. Most csak egy példa, amikor a gázszerelő bácsi bejött hozzá a múltkor, nem volt művészettörténész, vagy szakmabeli, de láttam rajta, éppen megállított a konyhában, volt egy kábel szobrom, és akkor ezt maga csinálta. Rögtön jött a Henry Moore-ra, és ő szereti. Na most ugye modern szobrász, és egy gázszerelő bácsi, aki képben van ezzel, ez tök nagy dolog. Már hogy, és hát így lehidalt, hogy földkábelből lehet csinálni, igen. Szóval, hogy lehet nevelni ezzel a társadalmat. Szóval, hogyha több információ és nagyobb lenne a csatorna ahhoz, hogy ki menjen ez a dolog, akkor lenne rá fogékonyság, de sajnos nincs. Én nekem egybefonódik a szobrászat az élettel, tehát igazából ezt az életemmel nem tudom ezt függetleníteni. Nevezzük azt a dolgot, hogy Isten akarata, Deus ex machina, nem? Most az, hogy az óvónő belerakott a homokozóba, mert én egy ilyen aktív gyerek voltam, aktívabb így óvodásként, és el voltam ott a figurákkal, meg a babával, lehet ez Isten keze is. Én ebben hiszek. Miért lettem szobrász? Semmi nem adott ahhoz, tehát nem volt adott már teljesen, hogyha visszamegyünk a gyökereimhez, a KH-tól, hogy tehát én egyáltalán nem kaptam azt a megtámogatást. Hát sajnos, most ezt kell, hogy mondjam most szüleimtől, de hát szeretem őket, csak ők nem biztattak, tehát hogy ez legyen, hogy a gyerek legyen szobrász, sőt, inkább azt mondták, hogy blokk, ne, hülye vagy. Tehát felakasztottad magad, mert éhen fogsz halni. És azt kell, hogy mondjam, jó, hogy ez volt, mert valahogy, ha nem lett volna ez a kiharcolás része az életemnek, ennek is megvolt a miértje. Tehát, hogy nem véletlen alakult az se, hogy voltak gátak vagy blokkok az életemben, hogy amiért meg kell küzdeni, azt tudod aztán értékelni. De valahol, hogyha visszafele nézem már így, már vagy 10 éve lediplomáztam, és az az időszak volt nekem a legboldogságtelibb, örömtelibb. Tehát, hogy így akkor éreztem a legjobban a helyemen magam,
és az a munkához kötött. Szóval, nem is tudom, a diplomamunkám volt egy nagy sorozat, talán az volt így a 23-24 évesen csináltam, Giotto angyalai, és volt egy meghatározó élményem, amikor Padovában kaptam egy ösztöndíjat Itáliába, és akkor elmentem a Scrovegni kápolnában, és ott volt 10-10 őrjöngő angyal Krisztus keresztre feszítésénél és siratásánál, és annyira megragadtak, hogy nagyon nehezen ezt lehet leírni ugye szavakkal, mert hogyha el tudnám mondani, akkor mi a francnak csináljak szobrot? Ezt Wittgenstein már megmondta, nem én vagyok ilyen okos. Bár mondjuk ember tulajdonságokkal vannak fölruházva, és az fogott meg, hogy mert az angyalok ugye Isten lényei nem ismerik a fájdalmat, a szenvedést, az örjöngést, az agressziót, és ezek mind örjöngtek ott. Tökre bejött. Ja, egyébként megosztó munka volt, és az annak azért is azt megfigyeltem, hogy általában így azok a munkáim, amik jók, visszafele, azok olyan osztottabbak. Szóval nem vagyok türelmes, főleg a hétköznapokban nem. Amúgy meg totál belefeledkezem az műteremben a munkában, amikor csinálom a szobrot, úristen, tehát ugye így megszűnik az anyagcsere, elfelejtek elmenni WC-re, vagy enni, tehát ugye eltelik 10 óra, úristen, már este van. De ez a jó munkáknál van. És ezt is akkor látom, tehát mit tudom én, például Giottókat csináltam az egyetemben, ilyen be volt horpatva a fejem, mert nem ettem, elfelejtettem meg. Hát akkor úgy elfelejtek úgy lenni. Mert néha tényleg ilyen fizikai fájdalmat érzek, hogyha felszállok egy tömegközlekedési járatra, mert stresszesek az emberek és szomorúak. Én azt gondolom, hogy ha nem is élek Beverly Hillsben, nem vagyok krőzus, de azt sem, amit szeretek, tökre a helyemben vagyok. És nekem ez jó. Mindenkinek adnék komolyan egy személyre szabott pszichológust. Mindenkinek. Magamra is értem, rá mindenkire. De nekem az a szerencsém, hogy egy, hát így a szakmám az egy kicsit az is. Tehát mondjuk járnék pszichológushoz, esküszöm, nem olyan szobrokat csinálnék. Tehát jó, hogy van egy ilyen szelep, ahol ki tudom adni. Fogjanak egy vaskalapácsot, ott van egy üllő, verjenek szét egy vasat, komolyan mondom, olyan jó, kijön a feszkó. Azért abban hiszek, és ez is egy sorszerűség, hogyha egy szobor jó, kiarcolja a helyét. Előbb-utóbb, tehát a minőség diadalmaskodik.